A magyar atlétikai utánpótlás képzés egyik fontos fellegvára a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai komplexuma, amire a Magyar Atlétikai Szövetség nagyon számít a jövőben is, jelentette ki Gyulai Miklós, a MASZ elnöke, aki már a segítségadás első jeleként látogatása során elmondta, részt akar venni anyagi támogatással az Országos Szakszövetség a bonyhádi létesítmények karbantartásában, felújításában és további bővítésében is. Jelen pillanatban ez a létesítmény azért nagyon fontos, mert az utánpótlást tudja maximálisan kiszolgálni, hogy körben nézünk, akkor fiatalok, gyerekek, tehát a fiatalabb korosztályok tudnak itt versenyezni, és ez elbecsülhetetlen. Úgyhogy nekünk ezt meg kell becsülni, és támogatjuk is, ahogy csak lehet, ahogy erőnkből telik. Bonyhádon is, Pécsen is, Szekszáron is, itt a régió ez példaértékűen dolgozik. Az utóbbi esztendőkben, az utóbbi időszakban komoly beruházások történtek. Pécsen is tervezik, hogy egy kicsit az úgynevezett fedett létesítményhelyzetet javítják. Szóval én azt gondolom, hogy rend van, azt gondolom, hogy ez a dolog ez megy, és nincs ez a különösebb probléma. Bízunk benne, hogy tudjuk tovább folytatni, és tudjuk tovább fejleszteni. 10 éve, hogy működik, olykor csúcsra járatva, az atlétikai berkekben kis ékszerdobozként emlegetett komplexum. 10 év eltelt, és 10 év után fölmértük azt, hogy mik azok a területek, ahol esetleg javítani vagy bővíteni kellene, és nagyon nagy reményünk, hogy ebben az évben egy újabb szegmenssel bővül a csarnok, mégpedig egy 10x44 méteres, 8 méteres belmagasságú rudugró helyjel, ami azt gondolom, hogy a délvidék, de itt közép-kelet-európa ennek a régiójába is, itt beleértem Szerbiát, Horvátországot is, egyedi lehetőséget kínál a felkészülésre. Cél az is, hogy a holtidényben versenyidőszakban, de legfőképpen nyáron egyre több szakosztályt tudjanak itt edzőtáboroztatni, mert van rá komoly igény, ami komoly bevételt generál a fenntartónak, de a működtető bonyhádi klubnak is.